Hello. Én Betit Ekkel tartom, és jó, és te meg is vissza is kéne. Megvan? Itt vagyok. Te is megvagyod? Jó. Köszönöm. Ja, most már tilos. Most már nem. De hát ők is avval mennek a szervezők, rendezők. Igen. Biztos valahogy... Ki tudja, tehát a piac így hétítő elég. Igen. Na, akkor így is. Nézzük meg a pultot. Igen, Sétség Klub vagyunk alapvetően. Psycore, Darkseid és Hightech-et szoktunk általában játszani Steeldrake zenékben. Emellett még Hardcore, Terrorcore és Speedcore-t is játszunk. A mai színpadunk az, az abszolút Darkseid, a Kustán zene. És... És itt most a Wintermoon Fesztiválon szolgáltatjuk a DJ-ket, meg a vizuált is. A vizuálunkat Lepke Vizuál csinálja. Nagyon szuper csapatunk van, és várjuk az estét. Próbáljuk népszerűsíteni az underground kultúrát, hogy ezeket a zenei műfajokat jobban értékeljék az emberek, jobban szeressék, és picit szélesítsük azt a kört, ami most van. Politikán van egy fesztiválunk, és minden nyáron Csécsi-Gathering. Aha. Idén is meg fogjuk tartani, az például most idén egy háromnapos fesztivál lesz, két színpad lesz, sőt három lesz most már idén, ez lesz a harmadik alkalom, hogy megtartjuk. És ott is ugyanezek a zenei műfajok, ott az egyik színpad az olyasmi lesz, mint itt ez a Dark Stage, a másik viszont az teljesen a hardcore-abb oldalra megy rá. Csécsé.events weboldalon, vagy a Facebook oldalunkon a Csécsé Crew név alatt lehet minket megtalálni. Minden info kín van a weboldalon és a Facebook oldalunkon is. Ez speciál a Void Acoustics technikai csoport hozta az egész bulira a technikát, és ők intézték erre a színpadra is, meg a nagy színpadra is a technikát.
tudom, mi volt ott. Ott volt a kis üzlet. Ott van a mai napig egyébként, én mindig fizetem a bérleti díjat, csak hát át fog alakulni, mert nem, nincsen igény rá. A lakótelepen mire? Műköröm, fodrászat? Kutyakozmetika. Kutyakozmetika, igen, ezekre van. De kocsma. Kiemelkedően sok gyerek volt, mert elég gyerekbarát a közelket. Hát vannak, tudod, ezek a belső két házak közötti nagy rétek, ahol nem jár a kocsi, meg ott teljesen gyalogolni lehet. Tehát azért mondom, nagyon gyerekbarát ebből a szempontból gazdag rét. Gyerek és kutyabarát. Ezért szerettem, meg szeretek is ott lakni, mert máshova elmész lakni, nem, tehát tényleg nagyon kényelmes. Uh-huh. Lakótelepi viszonylatban azt mondom, hogy jó. Teljesen tehát... ötcsillagos. Szóval ahhoz képest tényleg nincsenek annyira egymás szájában a házak, nem látsz bele a szomszéd tányérjába. Sziasztok! Hello! Ez az a japán pécs, minden más valamire jó. Ez egy ilyen... Itt ez ilyen... Igen, most úgy csak izé... Csak japán pécs. Igen, ez egy japán pécs. Utána a... Tehát aminokat a Szabó ugyanúgy elviszi. Hát amikor mondod? Jó. Meg a nyolc számát? Igen. Jó. De jó, hogy szóltál amúgy. Igen, még most időben. Hogyha bármilyen olyan dolog érne titeket, hogy szólítálás, valaki mondjuk kibízi. Persze, hogy nem lesz, csak minden esetre lesz itt egy ember, akinek akkor bemutatok, és akkor le tudod vele kommunikálni, és sokkal egyszerűbb lesz mondani. Oké, köszönjük. 0630, tömint pillanat, ugye 186, 2317, Szabolcs. Jó, köszönöm. Jó? Én köszönöm. Bármi van, megtalálsz vagyok. Lehet jönni a vitelet.
inkább négyszer elmondod, de egy kökül, hogy megkedik. És de... Médiaszociológia. Az kemény. Ma annyit mondtam, hogy harmadóra vagyok, lassan már diplomát is kaphatnék. De komolyan. Igen. A külsőségek nem voltak olyan fontosak? Nem. Egy aha. ideig. Aha. Nem az számított. Tehát az, hogy valaki nem modell szépségű, ez ott tényleg nem érdekes. Uh-huh. Meg a cirkuszban még mindig lehetsz karakter, tehát szeretik a karaktereket. Bármilyen más, még a színház talán ilyen. Hogyha van egy erősebb karaktered, akkor elfogadják. Lehet, de hogy az be is skatujázni. Lehet, hogy be is fognak skatujázni, tehát ez is benne van, de a cirkuszban ez például nem történhet meg. Uh-huh. Mert ez egy fizikai nyelv, tehát ott nem az számít, hogy jaktól lefelé számít. Hát na jó, de ember. Hogyha mondjuk valaki törpe a cirkuszban, akkor azért az ad neki egy... Igen, de annak is megvan a maga helye. Tehát, hát megvan, persze, igen. Tehát, hogy vannak olyan számok, igen. És itt abszolút arról szólt egyébként az egész, hogy nyugodtan felfedezheted a képességeidet, azokat a képességeket, amik mondjuk a modern társadalom által marhára el vannak anyagolva, mert egy olyan szisztémában oktatjuk a gyerekeket, hogy vigyél le a seggedre, és a többi. Uh-huh. Ami mondjuk nem tudom, hogy most ezt is nagyon támadják. Nem mondom azt, hogy nincsen létjogosultsága, biztos, hogy van. De van egy csomó olyan ismeret, amit másképpen is talán át lehetne adni. Aha. Nem tudom, hogyan, tehát ezzel most
ne is nagyon kezdjük semmit. Mert... Ez is kísérletezés. Kísérlet, gondolom, persze, persze. Kísérleti pedagógia. De hát ugye ott vannak a Waldorf sulik, és annak ezek a mindenféle alternatív sulik, és a Waldorf nagyon sok mindenkinek beválik. Mert mondjuk észreveszik, hogy a gyerek szeret rajzolni, akkor nem az van, hogy megbünteti a XY, hogy miért firkál az órán, hanem akkor megnézik, hogy mégis mit lehet ezzel kezdeni. Aha. Szóval inkább ennek a pártján vagy, hogy a tehetség gondozó és kibontakoztató. Csak hát azért ez egy bizonyos létszám fölött, szóval nehezen megvalósítható dolog, tehát most, hogy... De nem is... Ha sokan de, vannak... De ez limitált széria. Aha. Szóval készséggel született emberből limitált széria születik. Uh-huh. És ez nem véletlen. Az volt az érdekes, én különböző országokban éltem, és különböző országoknak a limitált szériáival találkoztam. És ez teljesen mindegy, hogy éppen a gazdasági helyzet milyen, mert ettől teljesen független. Tehát általában ezek a zárt, nem is igazán mondanám zártnak, de hát sajnos egyébként egy idő után bezáródó közösségek, művészeti közösségek, azok nem nagyon számolnak többet 300 főnél. Uh-huh. Teljesen mindegy, hova mész. Mondjuk Amerikában lehet, hogy egy picit eltér, de például ott is ott volt ez a Downtown 500, ami egy ilyen nagyon 80-as, 90-es években egy nagyon meghatározó személyiségekből állt. Ennek például az egyik prominens személyisége Michael Jackson volt, meg Madonna, meg stb. Tehát ők is ilyen 400-500 főt számoltak, és ennél nem többet. Tehát az már az 500 fő, az már tényleg a top, annál többet nem nagyon bírál. Lemorzsolódás van? Hát a cirkusuliban is hatalmas nagy lemorzsolódás volt, mert mondjuk egy 30 fős osztállyal kezdtük el, és abból maradt 7. De ez egy teljesen normális lemorzsolódás. Tehát ez így van. És milyen a mondtad, hogy ugye külföldön is, meg itthon is, meg hát a cirkuszosok azért sokat utaznak relatíve, mert ugye ezeket vinni kell a produkciókat különböző helyekre, hogy nem mindig ugyanaz fusson, hogy összehasonlítva a külfölddel, hogy ez a cirkusz élet milyen? A cirkusz élet mindenhol ugyanolyan. Tényleg? Persze. Mert... Nincsenek nagyon különbségek. Tehát... Én ugye éltem egy nagyon picit Olaszországban, de azért zöme Spanyolországban éltem, voltam azért Hollandiában nagyon kicsit. Nincs különbség. Ugyanolyan szar van mindenütt. Tehát ezt most így, ha ez a kérdés, akkor én ezt nagyon szívesen megmondom, ugyanolyan szar van mindenütt. Pont azért, mert a cirkusz az egy olyan művészet, ami fizikai művészet, és a fizikai művészetet elég nehéz elfogadtatni az emberekkel, hogy létezik. Ennek ellenére mondjuk nagyon szeretik bambulni rá, hogy milyen szép, meg milyen ügyi. Gondolom ez is úgy van, hogy te csak játszol, te jól érzed magad, és akkor... Persze, és egyél fényt. Ez, tehát hogyne? Hogyne? Szívesen megnézzük, ha ennek igen, nincs állam. Hogy de ezt csináld a művészet szeretetéért. Tehát ó, de hányszor kaptam én ezt meg. Hogy oké, nem fizetünk ki, de kapsz enni. De valahogy el kéne jutnod a rendezvényre, és valahogy haza is kéne menni. Tehát vannak ezek az abszolút gyakorlati részei, meg azért valahogy fel is kell készülni rá, ami egy jó esetben azért egy napi 10x óra gyakorlást jelent, azért, hogy ha valaki annyira maximalista, mint például én, akkor ne legyen hiba abban, amit a közönség kap. És emellett az ember hogy megy el dolgozni? És ennek van egy gazdasági oldala ennek az egésznek. Ha jól megy, akkor minden rendben van. De például, amikor például az utazgatásokkal azért nehéz, és azért nehéz ebben a szakmában házasodni, családot alapítani, házat venni, és egyáltalán, mert nagyon mobilnak kell lenni. Aha. És az egyik ilyen állandó nehézség az volt, hogy fizetjük az albérletet, mint minden normális ember általában. És amikor kapsz egy szerződést, az mondjuk lehet, hogy szól egy 3 hónapra, de az alatt a 3 hónap alatt is neked az otthoni albérletet valahogy ki kell fizetni. Illetve, hát lehet, hogy neked ott az akkori ottani szállás ki van fizetve, az ottani kaja ki van fizetve, de ami pénzt kapsz, az arra elég, hogy ott megmaradj. És amikor hazajössz, akkor kezdheted az egészet előről. Tehát ez egy olyan ördögi köröcske, ami egy idő után azt kell mondjam, hogy fenntarthatatlanná vált, és azért lett mindenki szabadúszó.
Mert hát vagy önmagadat tartod fenn, csapatot fenntartani már nagyon-nagyon nehéz.